Kevesebb lesz az átszállás és jelentősen lerövidül a menetidő, ha megvalósul a budai fonódó villamos hálózat beruházás. Az előkészítés célegyenesbe ért. A tervek mellett már az építési engedélyek is rendelkezésre állnak. Július elején pedig a megvalósításra kiírt közbeszerzési eljárás eredményeit is kihirdették. A másik pályázó, akinek érvénytelennek minősítettük az ajánlatát, jogorvoslati eljárást fontolgat, illetve egy vitarendezést nyújtott be. Jelenleg ennek a vitarendezésnek az elbírálása zajlik. Így néz majd ki a budai oldal villamos hálózata 2015-re. A budai fonódó villamos hálózat két ágon épül. A Bemrakparti része a Dunaparton fut, ezzel újra villamos kapcsolat jön létre a Batthyány tér és a Margit híd között. Így a 19-es és 41-es villamos vonalak tovább haladnak Óbuda felé, egészen a Bécsi út, Vörösvári út csomópontjáig. A Szél-Kálmán téri ágon pedig a korábbi 17-es villamos vonalát összekötik a 19-es, a 41-es és a 61-es járatokéval. A fejlesztés részeként a Szél-Kálmán tér is átépül. A munkákat eddig azért nem tudták megkezdeni, mert a közbeszerzési eljáráson drágább ajánlatot tevő kivitelező jogorvoslatot kért. Nagyon reméljük, hogy ezt hamarosan a döntőbizottság elbírálja számunkra kedvező módon, és ha ez is jól megy, akkor ebben is augusztus végén, tehát szinkron van a másik tenderrel, el tudjuk indítani a munkát. Ehhez még meg kell várnunk bizonyos jogorvoslati fejleményeket, illetve a döntőbizottság határozatát. A teljes beruházás több mint 12 milliárd forintba kerül. Ezt az új Széchenyi terv közlekedési operatív programjának keretében hazai és uniós forrásokból fedezik. Krimi vagy kaland, ismeretterjesztő vagy szép irodalom, a Szabadpolc rendezvényein szinte minden műfaj megtalálható. A könyvkedvelők szerdánként ezért szinte előzőlik a Sirály sétányon felállított könyves polcokat. Nagyon sokszor viszek a növendékeimnek innen kötelező olvasmányokat. Tehát most is láttam itt Aranyembert, Kőszívű ember fiait, Tüskevárat, amit éppen akkor mondjuk antikváriumban nem lehet megszerezni, és nem egyszer kértek a tanítványaim, hogy jöjjek Szabadpolcozni, és akkor cserélek nekik. A rendezvényre bárki elhozhatja megunt vagy több példányban meglévő könyvét, így azok is találkozhatnak újdonságokkal, akik nem tudnak vagy nem szeretnének új könyveket vásárolni. Nálunk két időszámítás van, így van a téli meg a nyári. A nyári az azt jelenti, hogy minden szerdán 5 és 9 óra között lehet hozni ide a Sirály sétányra a könyveket. Azért szerdánként, mert ugye utána 9-től kezdődik a mozikkert rendezvényünk bent a MOM Kulturális Központ kertjében. És még annyi az újdonság idén, hogy nem csak könyvcserebere van itt a Sirály sétányon, hanem 5 órától, 6 órától zenei aktivitás, utcazenészek színesítik a programot. Egyszerre egyébként legfeljebb 10 kötetet lehet becserélni. A koreai és a magyar textilművesség találkozásából nyílt kiállítás a Koreai Kulturális Központban, kell még új perspektívában címmel. A kiállításon a koreai és a magyar művészet harmóniája mutatkozik meg. A két nemzet a három kiállító alkotásaiban sok hasonlóság található, mint amellett, hogy különbözőek, mégis kiegészítik egymást. 2006-ban diplomáztam szövőtanyagtervezőként, és pár évvel később kezdtem ruhákkal foglalkozni, de az egyetemen is készítettem ruhát, de igazából nem ez az irány volt az, ami foglalkoztatott, inkább az autonóm textilek. A magyar textiltervező mellett két koreai művész is bemutatkozik alkotásaival a Koreai Kulturális Központban, Yoon Young-sook és Park Gi-song. A kiállításon szereplő darabjai között megtalálható a hagyományos koreai népviselet, modern hanbok és a világon egyedülálló bélelt zokni, a poszon. A Koreai Kulturális Központ munkatársai ajánlották figyelmünkbe Földi Kingát, magyar dizájnert, amikor megnéztük a ruháit, rögtön észrevettük a hasonlóságot, azt a vonalat, amit mi is képviselünk. Amikor visszamegyünk Koreába, szeretnénk, ha ott is bemutatkozhatnánk együtt. A kell még új perspektívában című kiállítás július 25-ig tekinthető meg a Koreai Kulturális Központban.